Sziasztok! Ma Ninja Go Unboxing, vagyis ugye kicsomagolunk méghozzá egy ilyen Ninja Go epic csata szettet, amiben a Colt találjuk és egy szellemet, szellemharcost, legacy-s készlet. Ó, van hozzá egy ilyen kis helyszín is. Ez mi? Kolbászon az ágyba, vagy mi az is? Na jó, ugye ebből már csatornámon volt egy videó, ők csatázgattak egymás ellen. Ez is van ilyen pörgetős cucc. Ugye itt van rajta a kis energia, vagyis hát ilyen ábrázat, hogy az elemi erők ellenállása. Ugye legjobban ugye a földnek áll ellen, mert ő a föld mestere. Hát a szellem, az meg szintén a földnek. Na. Úgy sincsen még ilyen szellemes készletem. Nézzük meg akkor ezt így, hogy mi van itt. Olló nincs a közelben, de megoldjuk másra. Úgy, hogy azért ne sérüljön meg, meg lehessen tartani a dobozát. Aha. És nézd meg ebbe is az összegyűlt füzet. Komolyan. Más nincsen. Jó van akkor. Na. Már doboz is dől, nem csak a figurák a csatornán. Jó, ott marad. Jaj, ezért múltkor is panaszkodtam, hogy összegyűlt füzetet adtak, pedig belefért volna rendesen. Tetszenek ezek az ilyen rikító neonzöldes elemek. Jó. Itt meg ilyen, aha, fegyverzet. Mondom, ezekből lehet majd összerakni ilyen mindenféle tartalék fegyvereket. Na, földmestere. Na. Dobjuk össze gyorsba. Kólunknak a felső teste. Hol a lába? Ja, itt van. Kap egy ilyen narancssárga maszkot. Amikor volt az évadban, ekkor még azért nem volt szellem. És két arc. Kis mogorva. Egy kis ilyen... úgyis én nyerek arc. Legyen akkor ez. Na. Jó, berögzít. Na, a maszkja. Oké. Kapott egy ilyen menősérót is hozzá. Mondom, jobbak ezek, mint amikor így rá vannak húzva a maszkok. Így teljesbe. És ugye egy fegyvert. Van egy ilyen fogantyú. Illetve a kasza. Ha jól látnám, ó, itt van. Ugye ami, tehát konkrétan látszik is a sarló. És ugye ilyen energia elnyelés, vagy ilyen energia, inkább ilyen nem is elnyelés, hanem kibocsájtás. És akkor így, na, tök szuper lett kólunk. Fogja így a kampúr, azt lenyakaz mindent. Nézd már, tojás, eltévedt a Jurassic kiekből, nem? Jöhet a szellem emberünk. Hol a lába? Ó, itt van-e? Milyen jó ilyen kis ektoplazmás szellemke. Az arca. Milyen jó feje van. Ő csak egy arcot kapott. De jó az a gonosz tekintet. És hozzá kapott egy ilyen maszkot. Meg egy vasvillát. Na, azaz. Nézd meg, és nem marad. Na végre. Egy.
Stabilan megáll vele, majd harcnál följebb húzza. Így, ni. Ide tesszük. És akkor jöhet a... Ja nem, ez még nem a helyszín lesz, hanem a... Ez a pörgető cucc hozzá, amivel lehet pörgetni a figurát, de hát... Nem is értem, de ez a füzet. Így miért kell ilyet? Na. Az a bigyó hozzá. Ez a fekete valami. Ja, itt van. És akkor két ilyenbe bele is lehet állítani. Itt van hozzá a kis tartozék. Úgyni. Jaj, mint a múltkor, amikor erre rá kellett rakni ezt a gumit, amit a motorokhoz szoktak adni, vagy repülőkerekekhez, a nagyobb szitis készletekbe. Így, és akkor már lehet is pörgetni. Ide tesszük kólt, azt már foroghat is. Azt lecsapatja vele a szállamat. De milyen picike, egyre kisebbek kell. Mondjuk jó, nem felnőtt kézre van tervezve, de... Akkor is. Ha van ilyen kilövős készlet, amiben ilyen ezerszer nagyobbak vannak. Na nézzük, mi ez a valami. Amiből lesz ez a... De ez mondom, ez olyan, mint egy kis ágy, nem? Jaj, fordítva raktam rá. De most megnézed, olyan, mint egy kis ágy. De most komolyan. És akkor érted, egy ilyen zöld kolbász, ez már megromlott. Miért van egy kis ágyba egy kolbász? Jó, nem biztos, hogy kis ágy, de szerintem az, de tök úgy néz ki. Na. Abba a kis helyszínünk meg lesz csinálva. Mondjuk az a kígyós videómban az a kígyó totem, az tetszett. Ez jól nézett ki. Remélem ez is valami jóféle valami lesz. Két ilyen, na, ezek már legalább egybe vannak rakva. Nem kell szenvedni az összerakásra. Így. Ez valami ilyen... Most nem vagyok benne biztos, de... Szerintem ez egy lábos, és ez valami ilyen kifőzde, vagy valami kajaárus kis helyszín lehet. Így első ránézésre, legalábbis ebből a kis pultból ítélve. Na, milyen jó, hogy rá lehet így rakni. Mindjárt kész is van. Egy-két cucc még. Egy ilyen kis ilyen tetőszerűséget. Kettő valami ilyet. Jaj, hallod? De nem áll! Ezt nem hiszem el. Na, így. Oksa. Ez vajon mi célt fog szolgálni? Egyet kell rátenni ide. De most ez miért esik mindig szét, de most komolyan. Maradj rajta, csak le ne essen. Ja, ez valami lámpás lesz. Aha. Cseles, és oda lesz felakasztva a lámpás. Na, milyen jól néz ki.
Ezt meddig kell beletenni? Csak idáig. Ja, és akkor így ide bele. Aha, és akkor így. De király, tök jó lett. Tetszik. És akkor... De most ezt miért nem akkor lehetett volna feltenni, míg ez nincs rátéve. Ó, tartalék kolbászka. Na, itt valami tároló rekesz. Ja, hogy ez így félig lecsúszva róla. Ez direkt ilyen. Aha. Belemelt a húsvéti tojás. Ja nem, dínó tojás. Jasse. Akkor valami más tojás. És ígyni. Maradt tartalékba egy-két elem. Itt a kis helyszínünk, kis ágy a kolbásza. De tényleg, nem tudom mi ez, de amúgy tök jó. És akkor ugye itt van a kólunk a energia kaszájával. Hozzá szellem harcosunk. Egy kis pörgetjük, mondjuk itt az a sok fegyver. Van ilyen kard energiával, shuriken. Még egy kasza. Shuriken hegyek. Lehet miket dobálni, ugye nunjakuk. Mint a JVS szerpentines készletbe. Csak kellenek ilyen tartalékelemek, amikkel összerakni, vagy ahhoz beletenni. Itt szerintem ez egy egész szuper készlet. Így. Ezzel a kis helyszínnel, amit így be lehet építeni városba. Hát ennyi lett volna ez az unboxing videó. Illetve szedbemutató videó, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videómat, mert folytatás lesz. Sziasztok!